Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de kérhetitek ezt a jóslást. A díjam jóslásonként 4000 forint. Ez a felvétel május 10-én jelenik meg. Az indiai asztrológia szerint a hold a Mruga holdházban van. Az én születési horoszkópomban a hold szintén ebben a holdházban van. Efelett a holdház felett Orion csillagkép uralkodik. Orion, azaz égi vadász, keres valamit, vadászik valami után. És ennek az Orionnak van két kutyája, két vadászkutya. Ezek is csillagképek. És mutatják a sarki csillagot, ami segít abban, hogy legyen egy konkrét irány. És pontosan erre van most szükségünk. Kell egy cél, kell egy irány, ezen az úton haladni, és nem szabad ezt feladni. Merkur bolygó néhány héttel ezelőtt a kos jegyében volt. Utána megváltoztatta az irányt, visszafele haladt, és visszatért a halak jegyébe. Utána újra változtatta az irányt, és most előre halad, és a mai napon visszatért a halak jegyéből a kos jegyébe. Újra itt van. Ez azt jelenti, hogy valami vagy valaki visszatér hozzád. Vagy gondol rád a múltból, keresi veled a kapcsolatot, és lehet, hogy írni fog, vagy találkozni akar veled, hiszen Merkur bolygó jelenti a cselekvéseket és a kommunikációt. Vénusz bolygó kapcsolatban van mindkét holdcsomóval. Rahuval van egy jó kapcsolat, ez jelenti a jövőt, ez jelenti az újdonságokat és a változásokat. Mivel Vénusz bolygó alkotja ezt a kapcsolatot, itt vagy szerelemről van szó, vagy rólunk hölgyekről. Vénusz bolygó Kétúval is kapcsolatban áll, és Kétú jelenti a múltat, meg utal érzelmekre is. Ez a kapcsolat a múlttal, illetve Kétúval kivált bennünk, különösen nálunk, hölgyeknél bizonytalanságokat. Én ezt úgy szoktam ezt a kapcsolatot elmagyarázni, hogy képzeld el, hogy van előtted egy inga, és én megkérdezem, mondd meg, hogy melyik irányba fog kimozdulni. A válaszod? Nem tudom, fogalmam sincs. És ez érezhető Vénusz bolygó és Kétú kapcsolata között. Sőt, az is lehet, hogy valaki visszatér a múltból, hiszen Merkur is visszatér a kos jegyébe, és ebben az esetben felteszed a kérdést, mit akar ez az illető? Hát nem tudom, fogalmam sincs. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. A gondolataiban megjelenik a szerencse, Fortuna istennő, aki így kiadja a szerencsét számunkra. És ott van a gyermek a gondolataiban. Ezek szép gondolatok, hiszen boldog ott a szerencse. A gyermek az utalhat a gyermekekre. Boldog, hogy ott vannak a gyermekek.
vagy hogy a gyermekek gondolnak rá. A gyermek jelentheti az ártatlanságot is. Mint például, hogy te ártatlan vagy, és ennek ő örül. A gyermek jelentheti az ő fiatalos kisugárzását. Ennek is örül. A gyermek utalhat egy új kezdetre, és itt akkor ennél az új kezdetnél lesz egy szerencsés fordulat. Erre utal a Mruga holtház is, hiszen itt kell egy új irány. Amit a képek még jelenthetnek, hogy ő tervez valamit. Például egy kisbabának a születését. És ennek ő nagyon örülne, és ott látható a szerencse, hogy sikerül. Megnézzük az ő érzelmeit, ami bal oldalon látható. Ott van a látogatás, alatta a pénz. Lehet, hogy a pénz meglátogatja őt, tehát pénz jön a házhoz. Az is lehet, hogy valaki meglátogatja őt, és ott van az anyagi segítség, de fordítva is lehet, hogy ez a látogató pénzt akar tőle. A képek azt is jelenthetik, hogy te meglátogatod őt, és ez lehet egy anyagi segítség, vagy a pénz jelenti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára, és ez a látogatás értékes számára. Az is lehet, hogy ő szeretne meglátogatni téged, és lesz anyagi segítség, ami látható ott jobb oldalon is, ahol feltesszük a kérdést, hogy mit fog tenni. Ő megjelenik itt, mint egy szerelmes férfi, és az azt jelenti, ő szeret téged, és látható a pénz, hogy segít téged anyagilag. De mint említettem, a pénz az jelentheti a belső értékeket is, hogy te értékes vagy számára. Mi fűz össze benneteket, az középen a magyar kártyán látható. Ezúttal a B betűről van szó. Mit jelent ez a B betű? Ezt leírhatod a kommentárba. Ennek nagyon örülnék. Ami nekem eszembe jut, Boris, vagy Béla, Beáta, vagy Barbara, Budapest, Balaton, és mint fogalom, buzavirág, vagy boldogság. A régi írásmód, az úgynevezett rovásírás középen látható, ez olyan, mint a kereszt, amikor a sors utak kereszteződnek, és itt lesz egy találkozás. Majd ott középen találkoztok, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, amire ez az Orion csillagkép is utal. Ez a rovás írás, ez hasonló, mint a német nyelvű területen a rúna, és alul bal oldalon látható ez a rúna kártya, felül ez a szimbólum, ugyanaz, mint a rovás írás. Ez a rúna ajándékot jelent. És látható a képen is, hogy ez a férfi átnyújtja ezt a kelyhet. Ha én ezt összehasonlítom a táró kártyákkal, akkor ez a kehely utal az érzelmekre, hogy kimutatja az érzelmeit. Persze ajándék is várható, mint ahogy a kártyák is mutatják a pénzt, vagy az értékeket, ez lehet ajándék is. A napi energiát jobb oldalon látjuk. Ez a hölgy hátat fordít az üvegeknek. Az üvegek
jelentik a víz elemét. Ugyanúgy, mint ez a kehely, amit ez a férfi átnyújt. És a víz eleménél mindig érzelmekről van szó. A hölgy hátat fordít az érzelmeknek, a múltnak. De akkor milyen érzelmekről van szó? Ezek könnyek, ez a csalódás, ez a szomorúság. Ezeket a negatív érzelmeket most lezárja. És itt kinyílik most egy ajtó, ezek az új lehetőségek más irányba tekint. Itt lesznek változások, bocsánat, elment a hangom, de iszom egy kis vizet. Tehát itt kinyílik egy ajtó, itt vannak a lehetőségek, itt vannak a változások, és az elvárások is, hiszen ezúttal a pozitív érzelmeket szeretné élni, boldog lenni valakivel, a szeretetet, a szerelmet elfogadni. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Leírhatod a véleményedet a kommentárba, vagy azt, hogy mit jelent számodra a B betű, és meglátogathatsz a Facebook oldalon, Dender a Susanna Medici, ott megjelenik naponta a Maja naptár. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!